Szeverényi Flórával beszélgetünk a NB1-es NEKA elleni győztes edzőmeccs után. Flóra, milyen volt a meccs belülről, hogyan látod? Hát természetesen nagyon örülök a győzelemnek. Voltak hibák. A félidőben elmondta a Geri, hogy mit szeretne a második félidőben elvárni. Én úgy gondolom, hogy azért helyek közel sikerült kijavítani, amit az első félidőben elrontottunk, illetve próbáltuk tartani magunkat ehhez a nagy előnyhöz mindenképpen. Mi volt a győzelem kulcsa? Mennyire volt hasznos ez a mai meccs? Védekezés a nagyon fontos volt, illetve a visszarendeződés, hiszen a mi bajnokságunkban nagyon-nagyon kevés csapat, sőt, szinte talán egy sincs az, aki ugyanúgy így hozná ránk a visszarendeződést, mint most ennek a csapata. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó tanuló mérkőzés volt, hogy a következő évre remélhetőleg tudjuk, hogy mi fog majd ránk várni.